Megtelt az iskola aulája az évfordulót megünneplő rendezvénysorozat zárására. Előtte pedig egész hetet szentelt a nagykőrösi Toldi iskola arra, hogy 65. születésnapjukat ünnepeljék. 65. születésnapra úgy gondoltuk, hogy nem csinálunk nagyon nagy felhajtást, mert azért ez mégsem kerek évforduló, de a kedves kollégák mégis úgy gondolták, hogy ezt a hetet a születésnapi ünnepség sorozatnak szenteljük, és a munkaközösségek különböző programajánlataiból válogatunk, és minden napra volt egy olyan program, ami a Toldi 65. születésnapjára emlékezett, úgyhogy az első napon fotókból készült filmvetítéssel, és igazából már megelőzte a születésnapi rendezvény sorozatot egy pályázati kiírás. A pályázatra címereket, fotókat készítettek, hoztak a diákok, érdekességeket gyűjtöttek össze a 65-ös számról. Történelmi vetélkedőn vettek részt, de volt kollégistákkal is alkalmuk volt beszélgetni a múltról, élményekről. Természetesen az ünnepségen a jelenlegi és volt diákok mellett volt tanárok is ott voltak. Az intézmény egykori vezetője is részt vett az eseményen. Sok 10 éven át jelentette számára a második otthont a Toldi iskola, szívesen emlékszik azokra az időkre. Tulajdonképpen a toldis éveket én nagyon-nagyon jó szívvel őrzöm a szívemben. Rengeteget dolgoztunk, tettünk és szerettük a diákokat. Azt hiszem, mindig az volt a legnagyobb vezérelvünk, hogy nevelni csak szeretettel, barátsággal lehet. Ezt a gyerekek aztán meg is hálálták. A záróünnepségen részt vett a térség országgyűlési képviselője Földi László és a város polgármestere dr. Cira Szabolcs is. Ők fontos feladatot is kaptak, hiszen közreműködésükkel ültettek az iskola udvarán emlékfát, természetesen kőrist. Az ünnepről a torta sem hiányozhatott. Az iskola cukrászainak köszönhetően egy valóban egyedi édesség került az asztalra. A Toldi 65 Fantázia nevű kreációban sok más finom összetevő mellett persze ott van a nagykörösi mögy is.